Sziasztok, Fodor Illés vagyok, a BKV Murai Villamos Területének szakszolgálat vezetője. Beszélgessünk kicsit a fogasról. Az előző alkalommal már jeleztük, hogy ez egy viszonylag kicsi üzem, ugye 7 darab szerelvénnyel közlekedünk, és ez nem csak magára üzemre igaz, ugye 10 járművezetőnk van, 5 diszpécserünk, tehát eléggé kevesen vagyunk, hanem arra is, hogy egy kifelé is egy családi üzem vagyunk. Mit értek ez alatt? Tulajdonképpen itt mindenki mindenkit ismer. Aki erre lakik, aki erre közlekedik rendszeresen, az tudja, hogy ki fog felszállni, a járművezető tudja, hogy kikiről van szó, hogy hívják az illetőnek a gyermekét. Tényleg egy kicsit varázslatos, hogy egy ilyen nagy városban egy ilyen kis üzem is létezhet. Emiatt persze sokan érdeklődnek a fogas iránt is, alkalmanként az előfordul, hogy mindenféle nyílt napokat tartunk. Sokszor van az, hogy gyerekek csak így megkucskálnak a fülkébe a végállomáson, bekérdezkednek, hogy nézzék meg, hogy mi ez a csuda szerkezet, hogyan működik, mint működik. Nem csak a fiúk, hanem a lányok is, nekem is például 2 kislányom van, és mind a ketten örömmel ülnek be egy pillanatra a végállomáson, mert közben sajnos nem lehet, azt írják a szabályok, de végállomáson bekocskálni szinte bármikor van rá mód és lehetőség. Mondanám azt, hogy bárki, hogyha úgy gondolja, akkor jöjjön fogaskerekű vezetőnek, de ez egy nehéz mulatság, mert ahogy mondtam, volt csak 10 ember dolgozik itt, aki nap mint nap vezeti a nagy piros járműveket, de azért talán, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, akkor ez sem egy lehetetlen feladat. Ha tetszett a vlogom, akkor nézzetek meg a BKV többi videóját is. Badoo-dum.